Üdv emberek, itt is vagyunk. Az ütközet Narissa mellett makedónokkal, ugye parancsnokom pont meghalt, ha jól rémlik. Volt egy pár napja, de mindegy. Papírforma szerint ezt nyernünk kell. Védekezünk. Úgyhogy, ha más nem, hát rendeződünk a sarokba és felmorzsoljuk erőiket. Majd megalázzuk őket és megfutamítjuk őket. De ez már csak részletkérdés. Húha, csak 9 lovasom van, az nem sok. Na mindegy. Vegyük is az irányt a legközelebbi sarok felé. Jaj, de szállalmas vagyok, na mindegy. Enemy have brought up reinforcements in a pathetic attempt to save themselves. Oh, ez tetszett. Jó, ijászokat hátra, előcsatározómodat kivesszük. Előcsatározókat is hátra, tőlük is kivesszük az előcsatározómodat. Előcsatározók tudnak előcsatározni. Aztán a Hastatik és a Principeszek mennek az első sorra, valahová oda. A kalkulációim helyesek. Gyorsítsunk egyet. Sőt, fussunk is egyet, úgyis kipihennek, mire ide érnek. Makedónak. Majdnem, sikerült. Nem, az előcsatározókat, a Veritészeket kell egy fokkal hátrébb rendelni. Így. És akkor a gyalogságot pedig ti nem. Így. Viszont itt még van egy adag Veritész, ami nem tudom, már 60? Nem. Ah, értem. Egy Principes került, nem, egy Hastati került hátra. Véletlenül. Korrigáljunk is. Így. Na, most már jöhet akárki. Ezek a kis benyomik, hogy olyan folyamatosan lőjenek. Mindenki lőjön. Táborba kurva, hogy menjen oda. Jó. Hát, ahogy mondtam, itt papírforma szerint fel kellene morzsolnunk őket egyszerűen. De itt már röpködnek is a nyilak. Makedon, egy falang spike menekre. Páran már el is hullottak. Autentikus nyílhangot hallhattatok. Hát na, megfutnak olyan, mire ide érnek? Vagyik ez egy veszélyes egység, úgyhogy örülnék, ha megfutnának. De én azért két tíjászt ráállítok a lovasságra. Sőt, hármat. Úgy is van. Ezek veszélyesek lehetnek még. Unhappy over taking casualties. Háború ilyen, srácok. Veszteséggel járnak. De hullanak a lovasok is. Igen, örülök neki. Mondjuk ez csak könnyű lovasság, úgyhogy megértem. Tábornok úr lovasai annyira nem akarnak elhullani. Mit csinálnak ezek vajon? Értem, a legendás makedón másfél méterről rohamodás taktikáját láthatjátok. Elképesztő átütő sikerrel természetesen. Nehogy üldözni merjetek! Veriteszek vissza hátra. Itt pedig az első sorra. Mondom az első sorra. Ó, ott jön a többi. Ó, meg ballista. Ó, basszus. Azokkal mi legyen?
Próbálom eltüntetni őket, loose formation. Ja, ne, azok lovasok. Vissza. Csak az ijaszkat láttam. Jaj, bekajáltátok, hülye gyerekek. Gyorsan szétverjük az ijaszt, nem? Akkor a ballistát. Jaj, ne, vissza, gyerünk. Jó. Fú. Jó, azok újra megfutnak. Szerintem nem fognak visszajönni, akkor mi megmenjünk újra a ballisztán. The enemy army is in flight. Pursue them and drive them from the battlefield. Hoznak még egy-két katapultot, ha jól látom, attól azokat is elpusztítjuk. Azt szép lett volna, kinyírják. Basz, ezek szerint nyírják el emberek, jó. Oké, vesztettünk kb. 70 embert. Az már miénk, Larissa miénk, ennyi volt. És nem akarom megkiabálni, de lehet, hogy a... Uha, hát azért ott én mozognak a kiadónak. Spárta kikötőjét kéne blokkád alá vonni. Jó, akkor ezt visszanyunk termomba. Ahol újra képezzük a hajókat. Építünk mellé még egyet. És még tovarlunk két helyőrséget. Ah, ezek itt mire készülnek velem. Nem tudom, de erre van őket. Erről van szó. Visszamentek a tetves hajóigba. Ők készen állnak Larissát megtámadni. Hát ezt nem játszom le emberek, ez egyértelmű győzelem. Occupy, természetesen, jó. Nem military build police, policy, balancer lesz. És mindegyiket szeretném én végezni. Helyi tartói feladatok közül. És megjavítjuk még a csatornát. Jó. Hát mondjuk elég instabil. Termon és Larissa környéke, de hát ennyi bajunk legyen. Jó. Ez mi? Mennyit írta? Na mindegy. Mintha negatív balansz jön neki a következő kör végére, de meglátjuk majd. A gal főember nem írta legyőzni a lázadó főembert. Aha, Larissa lázadoznak. Hát talán ha nem tennék tönkre az épületeket, amik szolgálják az ő javaikat is, akkor talán nem kéne lázadozniuk. Ostoba hülyék. Itt akartam valamit? Építünk egy archery range-et, az sosem baj. Ha meg föllázadnak, hát ez van. Levágom őket, mint a kutyát. Közben ugye van egy küldetésem, Spartát blokkolni kell. Gallokkal nem foglalkozom. De jól látom, azt is bevonultak már. Pannonia is az övéki. Budapest, a Krinkum. A Kedón ügynek. Igen, minden meg lett javítva. Meg minden. Nem bírnak leállni a lázongásokkal az emberek, és zavargásokkal. Építek nekik még több csatornát, meg utakat. Ezekkel pedig elmegyek egy blokkolom Spárta kikötőjén. Jó. SPQR, Római Szenátus oda 10 Makedóniának, hát időben. Komolyan mondom. Majdnem sikerült követniük a háború folyását. Mit akarsz? Kereskedjünk, miért ne? Ez mindenkinek a hasznára válik. Na most Szalónát kéne elfoglalni, ami egy elég combos makedón erősség. Mit tudnék csinálni vajon? Váó, mi történt Krotonnal? Ja, áradás van.
Az igen. Ez de már vágos. Remélem elmúlik a következő körre. Tarentumot a ballisztát tavarozni, az jó. Ról építek is kettőt. Két diász, négy principest, ez lehet egy négy kör, vagy öt. Ja. És még van 10 köröm elfoglalni szalonnát. Ja, Krotont megjavítottuk. Mindenhol befejeződött az újraképzés. Jó. Tetszik, hogy ezek a makedónok itt császkálnak. Toborzok pár principest itt is. Elpróbálom Atént bevenni így a saját. Aha, azt oké, akkor meg van, mit csinálunk. Tarentumot kiürítjük, nem ürítjük ki, de jelentős erőket, sőt Larissával is jelentős erőket kell átmozgatnom. Felmenteni Apollóniát. Az anyátok. De ugye ezt a küldetést tényleg itt már teljesítettem, úgyhogy megpróbálom majd itt zaklatni a makedón erőket. Ó, Triari! Ők ugye hagyományosan lángyás segédcsapatok voltak történelemben. Hát, félek, hogy nem fog odaérni idő. Ez a Makedon Superstar az. Aha, ott is van. Aha, ő meg közel elment, ez egy Larissáért, rohadjon meg. Most rom alá fogják venni, de nem érnek el. Ezt itt még el kell kezdeni toborozni, vagy hát minimum átképezni. Építsünk is kell egy fal, meg aréna, meg minden. Szverjük szét. Jó. Ha áthozunk egy... Mert te vagy a faction leader, akkor téged hagyunk. Te ne hallj meg. Áthozzuk őt. Partra dobjuk ott. Jó, és itt már van egy erőkoncentráció. Basszus segesztik át, de bevédik. Nagyon-nagyon ott vannak a Balkánon, a Makedónok, basszus. Violentilla. Nem is tudta, hogy van ilyen lányom. Mindegy, vegyél nyugodtan. Ó, na! Végre. Én lettem itt a Pontifex Maximus. És két irodám is van. Oppius the Cunning. Ez nem tűnik egy túl idős embernek. Na, 47. Na, akkor egyesítsük erőinket, és idézzük meg a bolygó kapitányát. Na. Makedón barátaim. Erre mik léptek vajon? Nyomingerek. Megint itt ugye meg toborzunk, hát épp toborozzunk csak. Szükség lesz rá. Igen. De jó. Ú, skipjok nagyon megindultak. Egész nagy területeket kihasítottak már. Archimedes-i csavar. Ugye azaz a... Hát ez gyakorlatilag egy vízpumpa, ami arra szolgál, hogy egy ilyen spirális elrendezés, gyakorlatilag egy ilyen hengerre fölteket lapkával áll. És arra szolgál, hogy alacsonyabb
szintre, magasabbra felvigyék, felszállítsák vele a vizet. Ugye nem hagyományosan egy pumpa, hanem tényleg inkább olyan, mint egy lift. Elmés megoldás. Az ott még, az szerintem egy erőd, amit még én építettem. Jól a Rissának kell a helyőrség. Közben itt ezt a flottát megpróbálom szétverni. Jó. Oké, Tarentumba vissza. Újra képzésre, jó. Tovább. És miért akarnak ezek folyamatosan tűzszünetet, sőt most ennek nagyon jó a diplomáciai érzéke. Megkérem őket, hogy fizessetek 100 aranyat. Nem. Egy próbát megért. Uha. Ez a csávó, ez nem szarra gurigázik. Nem, én nem fogok támadni. Mindössze oda megyek, belállok az arcukba. És elállom az utat. Nincs túl sok pénzem. Folyamatos toborzások fölélik a kasszát. Őt átviszem, helyt tartanak legalább Larissával. Elég nagy a nyugtalanság. Összehiszem hozzon meg, basszus, hogy ez nekem nagyon nem tetszik a Makedónak. Na, Scipio is ad a 15-ek Makedóniának, helyes. Numidia, vagy Numidia elpusztult. Nem keverendő össze Namibiával, ami egy mai Dél-Afrikában található ország. Itt gyere ide. Give me Athén. Nem adják oda a várost pénzért. Na akkor így. Athens. Give me. Nem adják oda. Hát jó. De csak megtámadtak Szalóna mellett. Hát emberek, ez eddig a legnagyobb ütközet lesz körülbelül ebben a végjátszásban. Úgyhogy nem haragszatok, én mentek is egyet. Nem akarom majd visszatölteni természetesen, ha vesztek. Ti többen vannak, de az én embernek ötször akkora commanding skillje van. Sőt. 6. Hát jó, indítsuk el. Kíváncsi vagyok. Mit hozunk ki ebből. Természetesen a jó öreg berendezkedünk a sarokba, te taktikát fogjuk alkalmazni, mielőtt bárki elkezdene spekulálni, hogy mit lehetne itt kezdeni. Hol a sarok? Ott is van. Hashtag nem vagyunk szánalmasak. Na, és miért nem tudok rendezgetni embert? Na végre. Mindenkit odaviszek. Lehet, hogy túl hosszú volt a sor és nem engedte volna. Úgy berendezni elsőre, hogy én akartam volna. Most már jó sok lovasom, az jó. És kimaradt még az? Két darab háztat, jó. Akkor a lovasokat be a sorogva. Fussatok. Ballisztákat oda. Jászokat. Hát ide. És ezekre vigyázzuk ki, mert nem akarom, hogy ugye a balliszták hátulról majd az ijászokat találják telibe. Hoppá, nem tette. Igen. Gyertek ide. A maradék gyalogság pedig Triariai. Az meg oda jöjjön. És mondanom sem kell, hogy mindenki fusson. Kivéve a balliszták. De azok is ide érnek.
verszió. Kicsit hátrébb. Vagy nem is tudom, hogyan kéne elpakolni őket. De legelőször meg kell mondanom a távolsági egységnek, hogy eszükbe ne jusson a skirmish módon lenni. Nekik meg kell mondanom, kivéve nekik, hogy dobálozzanak éjjel-nappal. Isten. Értem, senki tudnám jelölni őket, na végre. Jó. Balisztákkal nem tudom, mit tudnék kezdeni, megpróbálom. Azt, hogy a diászkat bevonom ide. Minél jobban összeszűkíteni. És akkor így már talán elég hely lesz ahhoz, hogy na közvetlenül előttük állókat lőjék, hanem meg hogy ne találják el a velítészeket se. Na nektek akkor a lőtávotok? Ugye ezt az zöld nyilat kell figyelni a kurzor mellett, idáig tudnak ellőni. Hát ez még odébb van. Gyertek makedon barátaim! Annyira szétszedlek titeket! Sőt, beállítom a gyalogságnak ezt a guard módot. Ugye ez azt fog jelenteni, hogy nem kezdenek el üldözni, ha minden igaz, hanem csak azzal bocsátkoznak harcba, aki ugye megtámadja őket. Na, mindjárt tudnak lőni a ballisták. Basszus, elég nagy sereggel jönnek rohadt élelő. Na, most már tudnak lőni. Kérdés, hogy lőnek-e? Az ijászok már lőnek. Ha, az eltalált egyet. Mindegy, csak lőjünk. Az a fontos. Fú, az de betaláltad a... Na, az szép. Most jól betaláltak a tömegbe. Ezek ilyen egész sorokat ki tudnak vitni. Na, az szerint látjuk. Makedon lovasság. Jó nyomják. Nem tudom megérni a lovasokat lövöldezni ballisztákkal. Egyenről jó nagy veszteségeket szenvednek, az serejük 10%-a már megmurdelt. Jó, egy csapat már megfutom adat. A 3%. Az, hogy tényleg, hogy ezek nagyon távolról tudnak közel harcot nyomni. Hát ez fura mondat volt, de higgyétek el, hogy így van. A lovasokkal, nem tudom, mit tudnék csinálni a lovasokkal. Hát az ijászokat, hát igen, az ijászokat kéne ráállítani a lovasokra. Ne lövöldözünk. Jó. Jó, egyszer megfutamodtak. Legalábbis a nagy részük, az első hullámnak. Ezek még vissza fognak térni, az biztos. Nekik is bőnyeken, hogy berakom a gárdomodat. Kivéve ezeknek támadjátok oldalba ezeket a nyomoroncokat. Mennyi lovassal jönnek. Jó, nem, nincs üldözés, vissza. Vissza, úgy van barátaim. Azért ez egy horult lovassok már megint. Elég nagyobb bábeli zűrzavar van náluk szerencsére. Próbálom a tábornokot kiszedni ballisztákkal, meglátjuk, hogy ennyire sikerül.
Ja, az egyik lovasságot teljesen elimináltuk. Jó, ezek is hullanak, helyes. Addig jó, hogy az íjászoknak van lövedéke. Utána már elég nagy szarban leszünk, főleg a lovasság miatt. Az íjászokkal mostantól a lovasokat fogom lőni. Azok a legveszélyesebbek jelenleg. Beltasztások már kifogytak, ja, már csak az íjászaim vannak. Mondjuk ezt már megnyerem, tehát a 40%-a elesett a csapatuk, meg a seregüknek. Nekem meg még hát arányokban csak kettő. De ez csúnya roham volt ez. Ajaj, 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 ajaj. Nem tetszik, amit látok. Jó, 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 jó. Tábornok úr, meg fogunk murdálni. Áhá, még levágták, jó van. Helyes. Neoptolemos kapitányt. Most azt csináljuk, a lovasokkal kitörünk bal oldalon. Ne lőjünk ballisztások, fejezzük be tüzelés tevékenységet. Nagyon jó. Másik is megmurdált. Neki a következő. Lángyások. Hát jöttek, akkor azt csináljuk, hogy ezeket szépen elkezdjük oldalba támadni. És felszámolni őket. Tudom, menekülő lángyásokat meg leszedhetjük a lovasokkal, mert azok ugye már nem jelentenek veszélyt lovas rohamokra. Jó van, ők meg fogynak. Annyit fel kell számolni, amennyit lehet. Nem szabad hagyni, hogy elmeneküljenek. Tehát túl sokan meneküljenek el. Jó. Ezek csak menekülnek, de ezeknek még megvan a morájuk teljesen. De meg fogom szétzúzni őket így is. Itt az a jó, hogy itt még ugye rendesen menekülnek, tehát együtt menekülnek a csapatok, nem úgy, mint mondjuk az Empire Totalban két részsel később, ahol ugye mind a szélrúzsa minden irányába elkezdenek futni az emberek, aztán le akarsz vadászni egy csapatot, amiben mondjuk vannak hárman, akkor lehet, hogy a pálya három túlsó végébe fognak menekülni. Ami elég idegesítő tud lenni üldözés szempontjával. Na még őket is, gyerünk. Jó, ezeket nettó veszteségként el lehet könyvelni. És te nem támadjátok meg őket? És hülyék vagytok? Vagy mi van? Ja, mert itt, ja, aha, tehát erről beszéltem, tehát ez még külön menekül egy ember. Ja, valószínűleg az övéké. Tehát nem tudják, hogy kihez rohanjanak oda először. Most itt van valami, amit én nem vágok. Na, menjünk oda. Ja, ballisták, jaj, Isten. Retreat! És tudják eldönteni, hogy ússanak-e vagy ne. Itt akkor lovasokkal. Aztán kicsit könnyebb lesz eldönteni, hogy merre vannak, nem úgy, mint a menekülő három embert. Na, mindegy.
Ez brutális győzelem. Alig veszettem 100 embert, ők meg majdnem 1000-et. Tehát mondom, ez a... ez a sarokba bevonuló taktika, ez egyszerűen verhetetlen. Mit akarsz? Nem, nem éri meg. Vesztésre álltak. Akkor én... belelendülök, és megtámadom a maradékot, autorizol. És betámadom Szalonát. Várok egy kört. Faction, your family member. Ah, nem tudok egy kör alatt erősítést oda küldeni. Kár, na mindegy. Csak szűnni nem akaró boldogtalanságon ezekben a városokban. Na mindegy. Ez volt egy újabb epizód. Nagyon köszönöm, ha ezt is végigkövetted. Találkozunk a következő részekben. Hello!